nagy a felhő fönn az égen, fütyűrészve szép kövéred, bizony nagyon lóg a hasa. A Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola által szervezett versenynek már több évtizedes hagyománya van. A szervezők fontosnak tartják, hogy a tanulók ne csak a saját iskolájuk falain belül mutassák meg tudásukat. Ennek a versmondó versenynek az előzménye az, hogy minden iskola saját helyi szinten megrendezi a versenyt, és a legjobbak erre a völgységi versmondó versenyre jutnak el. Azt látjuk, hogy évről évre nagyobb az érdeklődés. Volt egy kis megakadás a pandémia időszakában, utána egy kicsit nehezen illett föl ez a hagyomány, de szerencsére azóta elmondhatjuk, hogy szinte rekordlétszámú jelentkező van. Most jelen pillanatban 10 iskolából érkeztek versmondók, és összesen 43 tanuló van. A zsűri is felkészült a feladatra, 4 nyugdíjas pedagógus segíti a munkánkat, ők teljesen elfoglalatlanok, hiszen nem kötődnek egyetlen egy tanítványhoz sem. Az elmúlt években én azt gondolom, hogy korrekt és objektív döntések születtek. László Amélia Kíra, 4. osztályos tanuló Gáti István a Gombaszakértő verse című költeményét szólalta el. Gáti István a Gombaszakértő verse. Egyik bájos, másik ronda, földből, fából nő a gomba. Ez itt vaskos, az ott apró, ez jól levelt, az meg tapló. Az ítészek a tudás mellett a kiejtést, a kiválasztott mű átérzését, valamint a hangerőt bírálták. 4 korcsoport van, első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik, nyolcadik. Tehát mindenhol 1-10 pontozunk, ez azt jelenti, hogy általában 5 pont, ugye megtanulta a gyerek a verset, kap egy 5-öst, az 5 pontot ér. Amit rátesz, ez a fölötte lévő, általában azért elérik a 6-10 pontozunk, és akkor a végén összeadjuk, és könnyedén kijön az eredmény. 4 leszünk a zsűribe, úgyhogy nem okoz ez gondot. A zsűri elnöke kiemelte, ahhoz, hogy a gyerekek megszeressék a verseket, fontos, hogy a figyelmüket felkeltő és az őket érdeklő alkotásokkal kerüljenek először kapcsolatba. A szavalásnak köszönhetően sokkal magabiztosabb felnőttek válhatnak belőlük.